Az általános iskola bölcsőjénél nem állt ott, és máig nem védi a pedagógia jó tündére. Ezzel a Takács Eteltől átvett mondattal szeretném indítani az előadásomat, és itt szeretnék Nádasi Marikának köszönetet mondani azért, hogy elküldte nekem azt az 1989-es Takács Etel cikket, amelyből ezt a mondatot vettem, és egyben meg szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy alkalmat adtak a meghívásommal arra nekem, hogy újra gondoljam azt, hogy mit gondolok az általános iskoláról. 1989-ben az általános iskola megszűnésének évében fogalmazta ezt meg Takács Etel. Azért mondom, hogy a megszűnésének évében, mert ugye az általános iskola alapgondolata, ami a nevében is kifejeződik, az az, hogy az akkor 1945-ben, amikor létrehozták, az akkor 14 éves korig tartó tankötelezettséget az általános iskolában kell általánosan mindenkinek teljesíteni. Ez a helyzet 1989-ben megváltozott, és ebben az értelemben tulajdonképpen az általános iskola már nem általános iskola. Ezt Takács Etel ebben a cikkében meg is fogalmazza a végén, amikor azt írja, hogy hát megszűnik és átveszi a helyét a régi jó népiskola. Ezek fontos gondolatok, igazából nem erről szeretnék beszélni a mai alkalommal, hanem arról, hogy mi is az általános iskola feladata. Ahogy megnéztem a meghívón a programot, hogy ki milyen címet adott az előadásának, hát azért azt látom, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki ilyen enigmatikus címet adott, hogy majd lesz valami. Gondolatok az általános iskoláról, ugye nem tudtam még, hogy igazából miről szeretnék beszélni. Most azt gondolom, hogy az egy nagyon aktuális és fontos kérdés, és engem is régóta izgató kérdés, hogy tulajdonképpen mire való az általános iskola. És itt még egy, és most utoljára még egyszer, ugye Takács Etelnek erre a cikkére visszahivatkozom, aki azt mondja, hogy a jelszavak. Ugye jelszavak írják körül, mindig aktuális jelszavak, hogy mik is a nevelésnek a céljai, és akkor ilyenek vannak, hogy differenciálás, aktivitás, csoportmunka, írásvetítő használat. És ugye és azt gondolom, hogy azt akartam mondani, vagy én úgy interpretálom a szavait, hogy az, hogy egy jelszavakra hullik szét ez a dolog, nem az a baj, hogy ezek rossz jelszavak, hanem az a baj, hogy nincs mögötte az az integráló alapgondolat, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Történeti szeretnék lenni alapvetően az előadásomnak a nagy részében, és elsősorban az általános iskola genezisére, a keletkezés első 4 évére vagy 5 évére szeretnék visszanyúlni. Azt gondolom ugyanis, és ezt szeretném valószínűsíteni az előadásomban, hogy a mai problémák jelentős mértékben az 1945 és 50 között lezajlott átalakulásnak köszönhetők. 1945-ben hozták tehát létre az általános iskolát. Az első rejtély tulajdonképpen már itt van, és ezt megint csak fölvillantani szeretném, nem erről szeretnék beszélni, hogy ebben a lerombolt országban, 1945-ben vajon mi vezette a politikát arra, hogy az egyik első intézkedés egy radikális oktatási reform legyen. Tulajdonképpen a távlatos gondolkodás szépségét csodálhatnánk ebben a dologban, hogyha a későbbi fejlemények nem szoktatnának le erről minket. Az első tanterve az általános iskolának 1946. született meg. Van néhány jellegzetes sajátossága
ennek a tantervnek, amelyre itt szeretném fölhívni a figyelmet. Az első, hogy meglepően mai tantervekkel összevetve meglepően szűkszavú dokumentumról van szó, egy vékony füzet tulajdonképpen a szigorúan vett tantervi rész, amelyben nagyon röviden és vázlatszerűen foglalja össze, hogy mit kell tanítani az egyes tantárgyakból az egyes évfolyamokon. Tartozik ehhez a dokumentumhoz egy útmutató csomag, minden tantárgyhoz egy igen részletes útmutató dokumentum, amely ilyen rábeszélő stílusban íródó, pedagógiai elveket megfogalmazó és kifejtő dokumentum sorozat, amivel tehát azt akarnám hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen ez a tanterv, ha csak a tantervet önmagában nézzük, és a mellékelt dokumentumokat, igen nagy szabadságot biztosít az iskoláknak, illetve a pedagógusoknak. És ugye ezek a dokumentumok orientálni szeretnék a pedagógusokat bizonyos pedagógiai elveknek a megvalósítására. Ennyire nem pozitív a kép tekintettel arra, hogy már ugye 1945-től kezdve egy tankönyvűségről, gyakorlatilag egy tankönyvűségről beszélhetünk az általános iskolában. Tehát amit a tantervek nem konkretizáltak, azért a tankönyvek konkretizálták ezeket a dolgokat, tehát olyan szabadság nincs, mint amilyet egyébként én azt gondolom, hogy joggal tulajdoníthatunk a tantervszerzők szándékainak, vagyis hogy ez volt a szándéka, egy ilyenfajta szabadság biztosítása. A másik sajátosság, amit én pszichológiai alapozásként fogalmaznék meg, tehát hogy a gyermek sajátosságait és a gyermekek közötti különbségeket, ennek a figyelembevételére ugye nagyon erősen ösztönzött ez a tanterv, illetve már maga a tanterv, tehát a tananyag kiválasztás is figyelembe vett mondjuk életkori sajátosságokat. Azt emelném ki például, hogy a valósággal való ismerkedés kiinduló pontja, ahol csak lehet, ugye magának a közvetlen valóságnak, a jelenségnek, a konkrét érzéki valóságnak a megismerése. De az a való találkozás. Egy harmadik sajátosság, hogy az alsó és felső tagozat közötti különbség, mint hogyha nem lenne annyira éles, mint a későbbi időszakokban, ami például ugye abban mutatkozik meg, hogy több tantárgy esetében látható különbséget tesz az 5., 6. és a 7., 8. évfolyam között, tehát egyfajta folyamatos átmenetben gondolkodik. Így például történelemben ez egy nagyon érdekes kétciklusúság van, vagy ez figyelhető meg, tehát hogy 5., 6. egyszer végig megy a magyar történelmen, csak magyar történelmen, és aztán 7., 8. egy más elvek alapján ugye újra végig megy a magyar történelmen. Egy megjegyzés az ideológiai háttérről, hogy azért ez egy távolról sem ideológiamentes tanterv, úgy írnám le ugye az ideológiai hátteret, hogy egy ilyen baloldali nacionalizmus, mondjuk a népi mozgalomnak egy baloldali irányzatának a gondolkodása figyelhető meg ugye ez ebben a tantervben. Tehát nem fogta vissza magát mondjuk azért ideológiai szempontból a tantervszerzőknek a közössége. A tanterv egyes részletei többször változtak a későbbi évek során. Új nagy tantervi szabályozásra 1950-ben került sor, és ez a kontraszt szerintem, ami érdekes, de nem is a kontrasztból indulnék ki, hanem abból, hogy 1948-ban kezdődik el mondjuk az 1950-es tantervhez vezető ideológiai, gyakorlati, pedagógiai átalakulási folyamat. Ugye 48-ban több minden történik, hát alapvetően oktatási szempontból az iskolák államosítása, ami egy új helyzetet teremt, és egy programadási kényszert is jelent az oktatás irányítás számára. Másfelől viszont ugye abban az értelemben politika, jogos ugye az a megjelölése szerintem a 48-as évnek, hogy politika történeti szempontból is a fordulatéve, abban az értelemben, hogy ugye a kommunista párt hatalomátvétele, nyílt hatalomátvétele az egy folyamat, ami nem 48-ban történt meg egyszerűen, de ami 48-ban történt, az ugye az utolsó ellenálló erőnek, utolsó komolyan vehető ellenálló erőnek, a katolikus egyháznak a legyőzése volt. És
ebből a szempontból tényleg a nyílt diktatúrának a kezdetét nevezhetjük, ugye 1948-at. És ebben az évben jön létre a számomra, ugye ifjú koromtól kezdve nagyon izgalmas, mert én így kezdtem a pályámat, hogy oktatástörténettel foglalkoztam, nagyon izgalmas intézmény, az Országos Neveléstudományi Intézet. 1948 és 50 között állt fenn, és Mérei Ferenc volt a főigazgatója. Nagyon izgalmas intézmény. A munkatársak között ugye egy csomó nagy európai műveltségű széleslátókörű értelmiségi volt, ugye Vajda György Mihály, Kis Árpád, Faragó László, Nemes Lívia, lehetne Varga Tamás, ugye lehetne sorolni a neveket. És ugye azzal a, láthatóan ugye azzal a elkötelezettséggel álltak neki ugye ennek a munkának, hogy egy a szocializmus felé haladó társadalomnak szüksége van egy olyan pedagógiára, amely a gyermek felszabadításával jár. Tulajdonképpen egy pszichológiai alapozású, nagyon gyermekközpontú pedagógiának, és dráma végignézni ugye azt, hogy hogy lesz ebből 1950-re egy a bürokratikus diktatúrát legitimáló ideológia. Erről szeretnék egy-két tendenciát megfogalmazni, vagy ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két tendenciát megfogalmazni. Az egyik fontos, amit tényleg drámai végigkísérni, hogy hogyan válik a, vagy hogyan tűnik el az intézet érdeklődési köréből a módszertani kérdésekkel való foglalkozás. Nagyon módszertan központú ez a társaság, én úgy érzékelem kezdetben. Na most ugye reformpedagógia eszmei alapjai és praktikus megoldásaival szemben. De akkor módszertanilag ugye nem nagyon maradt semmi. Tehát ettől eleve egy ilyen bátortalanság jellemzi ezt az intézményt, hogy nem mernek módszertanilag javasolni semmit. Ugye az új nevelés kérdéseiben a csoportmunka, a projektpedagógia, ezek annak kifejtve, ezek viszont most már gyanús dolgoknak számítanak. A másik fontos tendencia a tantervek tudományos jellegének az erősítése. Az általános iskolai tantervekkel kapcsolatban is. Ami ugye azt jelenti, hogy a tudományoknak a rendszerét pontosabban kell, hogy kövessék a tantervek. Két dokumentumra szeretnék itt hivatkozni, az egyik Nemes Líviának egy 49-es írása, amelyben éles bírálat tárgyává teszi az általános iskolai biológia tantervet, amely életegységekben mutatja be az élővilágot, tehát hogy hol élnek együtt, hol lehet találkozni ugye ezekkel a bizonyos élőlényekkel, növényekkel és állatokkal. Ezzel szemben ugye azt mondja, hogy a tudományos szemlélet az nem ez, hanem hogy rendszertanilag kell ezt bemutatni, vagyis ilyen módon kell bevezetni a gyerekeket ugye egy tudományos gondolkodásban. Másik dokumentum egy 49 májusi pártelőterjesztés, a kommunista párt agitációs és propaganda kollégiuma számára, ugye magyar dolgozók pártja, hogy pontos legyek, agitációs és propaganda kollégiuma számára a közoktatás kérdéseiről. Mi van ennek a hátterében? Ez szerintem izgalmas. Ezen gondolkodni. Fogalmam sincs. A történelemből nem nagyon tudja az ember soha biztosan az okokat, de gondolkozni azért érdekes. Tehát én három szintjét különböztetném meg így hipotetikusan válaszoknak. Az egyik az ideológiai. Ez a legkönnyebben észrevehető. Ugye, hogy itt van egy szovjet példa, előttünk, ennek a másolása ez ugye egyértelmű előírás, ami ugye fakadhat persze egy buzgóságból ugye a magyar kommunista vezetés részéről, de hát azért a szovjet elvtársak sem vették rossz néven, hogyha azt a vonalat követjük, amit ők szerettek. Az Országos Neveléstudományi Intézet értesítője 49-ben lehozta az SKB-PKB, ugye a Szovjetunió Kommunista Bolsevik Pártja központi bizottságának 1931-es határozatát,
amelyben ugye élesen elítéli a komplex tanterveket, amikor 20-as években még ezeknek volt valamilyen szerepük, és a projektmódszert, ami ugye hát önmagában valamennyire magyarázza ugye ezt a módszertani kérdések felől való elfordulást, és a tudományos rendszert követő tanterveknek az erőltetését. Egy mélyebb, szerintem valamivel mélyebb ok lehet, ugye az erőltetett iparosítás szükségleteinek a bekapcsolása az elemzésbe. Hogy az iparosítási program, nehéz iparfejlesztés, az megkövetelte ugye a legalábbis ugye első szinten a mérnökképzésnek az expanzióját. Tehát a felsőoktatásban egyfajta expanziót, ami azt jelenti, ugye, hogy egyre több érettségizett gyerekre is szükség volt, tehát hogy a középiskolát is ilyen módon kiszélesítette, de a középiskola szélesítésével az is együtt jár, hogy a pedagógus képzést is növelni kell. Tehát hogy ez egy általánosságban mondhatjuk, hogy a felsőoktatás is és a középiskolázás is egyre inkább kiszélesül. Amihez még hozzájárul ugye az a programja a pártnak, hogy elsősorban a munkás és paraszt származású gyerekeket kell eljuttatni az érettségihez és bevinni a felsőoktatásba. Ez egy dráma nyilván. Egyéni szinten nézve ez drámával jár, drámákkal jár, azzal, hogy ezek a gyerekek ugye nagyon nehezen küzdenek meg már a középiskolai tananyaggal is, és aztán a felsőoktatási tananyaggal is. Ez vezet ugye aztán majd az 1950-es párthatározathoz, amely ugye azzal vádolja a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot, hogy mesterségesen akadályozza a munkás és paraszt származású gyerekeknek az előbrejutását. De ugye ez azzal az igénnyel is jár, hogy az általános iskola, és akkor így kanyarodunk vissza az általános iskola feladatának kérdéséhez, hogy az általános iskola jobban készítse elő a fiatalokat arra, hogy a középiskolai nehézségekkel megküzdjenek. Sőt, az már említett párt előterjesztésben, a 49-es párt előterjesztésben kifejezetten úgy fogalmazódik meg a feladat, hogy bizonyos mértékig tehermentesítse a középiskolát az általános iskola. És én itt ebben a ponton vélem megragadni ugye azt, hogy miért lett az, most akkor nagyon durván megfogalmazza, hogy miért lett az, hogy az általános iskola felső tagozata az a középiskolai oktatásnak egy ilyen makettje, egy kicsinyített változata, hogy ezért vált. Ez nagyjából tudatos célnak tűnik, ugye 1949-50-ben. És akkor azt mondanám, hogy talán egy még nehezebben bizonyítható, de még mélyebb meghatározó is van, mert ugye azért választ kell adni arra, hogy ez miért nem változott aztán a későbbiekben, miután az erőltetett iparosítás aktuális szükségletei megszűntek. Itt ugye egy ismeret központú tantervről van szó, amelynek a fenntartásához én úgy gondolom oktatás irányítási bürokratikus jellegű érdekek is fűződnek. Tehát, hogy könnyebben ellenőrizhető egy olyan iskola, hogy ott tényleg az történik, amit előírunk, ahol ugye tehát ismereteknek egyfajta felsorolása van a tantervben, és ezeket lehet ellenőrizni, hogy ezeknek a átadása megtörtént-e. Ugye az, hogy a képességfejlesztés eredménnyel járt-e vagy sem, ez sokkal homályosabb, egy sokkal nehezebben megragadható dolog. Picit ugorva az időben, azt az 1978-as tantervet szeretnék csak nagyon röviden kitérni, mert hogy az az állításom, hogy ezek a tendenciák, amelyek 1950-re kialakultak, ezek a későbbiekben bizonyos értelemben szinte azt látom, hogy még fokozottak, vagy még inkább elmélyültek. A 78-as tantervnek szerintem egy nagy érdeme az, hogy megpróbálja a tanterv tárgyilagosságát emelni az ideológiával szemben, tehát csökkenti az ideológikus jelleget, ami ugye nagyon dicséretre méltó. Másfelől viszont ebben szerintem egy nemzetközi tantervi gondolkodási átalakulás is valahogyan lecsapódik sajátos kelet-európai módon.
ugye a 20. század közepén, elsősorban Amerikában, érzékelhető az, hogy a oktatási célok azok mintegy leválnak az iskola jellemformáló, értékközvetítő célrendszeréről, és külön önálló domént alkotnak. Ugye itt most a Bloom taxonómiáról beszélek például, ahol ez a korábban valamiképpen egységben kezelte az oktatásról való gondolkodás azt, hogy értékközvetítés és ezért bizonyos ismereteknek a közvetítése, ez egy ilyen operatív, vagy külön válik az affektív domén és a kognitív domén formájában, ugye Bloomnál. Leválnak ezek a dolgok, és ez valamiképpen analóg szerintem azzal, ahogyan az ideológikum leválik 1978-ban az akkori tantervről. És taxonómiák alakulnak ki, ugye, és innentől kezdve Magyarországon a tantervek úgy néznek ki, hogy ilyen táblázatos formát öltenek, adatbázisoknak tűnnek, mert nagyon messze vagyunk ugye azoktól a jó tanácsoktól, amelyeket a 46-os általános iskolai tanterv mutat, és amelyben vannak is közvetítendő ismeretek és fejlesztendő képességek, csak hát a fejlesztendő képességekkel az soha senki nem törődött. Tehát az mindig egy ilyen blablabla, ugye ez nézzük meg, mondja a tanár, hogy mit kell tanítani. És ebben az értelemben viszont azt látjuk, hogy ezek a kognitív célok, és elsősorban ugye azok a taxatíve felsorolt ismeretek, amelyeket innentől kezdve a tantervek tartalmaznak, azoknak az értelme kérdőjeleződik meg egy kicsit. Tehát, hogy többen miért is? Tehát már nem magától értetődő, hogy miért is kell ezt tanulni. Nemrég ugye ebben az épületben tartottam egy másik előadást, és ott fölidéztem Jókai Annának a Magyar Óra című novelláját, ami szerintem erről is szól. Tehát az, hogy a alanyi és tárgyas ragozás különbsége az a legfontosabb. És akkor van egy katartikus pillanat, amikor szembenéz egymással, ugye tanuló és tanár, és miért? Miért is annyira baromi fontos ez? Hát bocsánat, hogy pont egy nyelvtani példát hozok a Takácsot a konferencián, de hát egyébként az egyik legneuralgikusabb pontja szerintem jelenleg az oktatásunknak a nyelvtanoktatás. De hát lehetett volna más példát is hozni nyilván. És akkor még egy utolsó ugye történelmi ilyen pillanat, amit bekapcsolnék ugye ebbe a gondolatmenetbe, a 90-es évek, amikor ugye egy drámai átalakulás történik a tömegkultúrában, úgy érzékelem. Egyrészt, vagy először a műholdas tévécsatornák, utána az internet, az online játékok és a közösségi oldalak jelentenek egy iszonyatosan erős vonzerőt fiatalok számára, én úgy mondanám, hogy a világszerűségükkel. Azzal, hogy abban van élet, szemben az iskola világ nélküliségével, ahol viszont egyre inkább kiütközik az, hogy adatbázis jellegű. Tehát az, hogy információkat akarunk közölni, és nem pedig nincs kapcsolata az élettel. Ez végképp egy olyan nagyon nehéz helyzetet, mondjam azt, hogy egy válsághelyzetet teremt, azt gondolom az oktatásban, minden szinten tulajdonképpen, de hát az általános iskolában azért erőteljesebben, mert ott a legkiáltóbb az ellentét a gyerekek. Most a felső tagozatról beszélek elsősorban. A gyerekek igényei, gondolkodás mondja az, hogy 10-14 éves gyerekekről van szó, és akkor azt mondjuk, hogy tudják, jó lenne, ha tudnák, hogy mi az, hogy elektron, meg hogy ki volt Gömbös Gyula, nem tudják. És a jövőben sem fogják tudni. Tehát ezzel most már szembe kellene nézni, hogy nem tudunk olyan listát készíteni a műveltségi elemekről, amelyeket mind bele tudjuk verni ezeknek a gyerekeknek a fejében, iszonyatos a távolság az ő kultúrájuk és az iskolai tananyag között. Miközben, és akkor ez lenne az utolsó része az előadásomnak, miközben óriási szükség lenne szerintem, innentől kezdve már szubjektív vagyok nagyon, óriási szükség lenne arra, hogy az oktatás mondjon van. Tehát, hogy kezdjen valamit ezekkel a gyerekekkel. Tehát, hogy az általános iskola feladatait azért jó lenne tényleg egyszer végig gondolni, egy normális világban ez erre most már nagyon szükség lenne, nem hiszek abban, hogy ez be fog következni ugye egyhamar, de
de szeretném mondani, hogy vagy akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy én mondjuk milyen irányban gondolkodnék el. Nagyon-nagyon vázlatosan megy az időből is, szerintem már kifutottam. Hogy igazából úgy fogalmaznék, hogy újra kéne egyesíteni a társadalmi igényeket, az értékeket és a kognitív célokat, vagy kompetenciafejlesztést. Hogy ezek összetartoznak tulajdonképpen, és csak akkor beszéltünk nevelésről, hogyha ezeket össze tudjuk kapcsolni. Vagyis azt kéne végiggondolni, hogy tulajdonképpen mik azok a társadalmi igények, amelyeknek meg kéne határozni az iskolai nevelés oktatást. Én 4 ilyet említenék teljesen, nyilván teljesen szubjektívan, ahogy én érzékelem a mi világunkat. Az egyik, ami szerintem borzasztó fontos oszlopa lenne a nevelésnek, az a társadalmi integráció. Hogy ugye nem roma integrációról beszélek, nyilván ez része ennek, hanem társadalmi integrációról. Ember embernek farkasa. Ez a mai helyzet. Ez nagyon szörnyű helyzet van, azt gondolom. Nagyon kevéssé értjük egymást ebben a társadalomban, és nagyon veszélyessé válik ez a nem. Nem ismerjük és nem értjük egymást. Képtelenek vagyunk az együttműködésre. Most ugye az a migrációs válság, amit átéltünk az utóbbi 1-2 évben, az előszele annak, ami ezután fog következni. Ezt nem olyan nehéz megjósolni. Hogy tehát teljesen idegen kultúrájú emberek tömegesen fognak bejönni Magyarország, ez kerítés nem fogja feltartóztatni ezt a dolgot, és nem meg fogjuk ölni egymást. Tehát, hogyha az iskola valamit nem tesz annak érdekében, hogy megismerjük egymást, megértsük egymást, akkor itt katasztrófák lesznek. Ebben én úgy gondolom, például, tehát hogyha azt nézzük, hogy a műveltségnek, nekem ez a mánia, tehát a műveltségnek lehet ebben valami haszna, akkor azt gondolom, hogy talán igen, például ugye a narratívák megértéses révén. Tehát az, hogy belehelyezkedjünk másoknak a gondolkodásában, ebben ugye az irodalom és a történelem óriási, és ugye a mondjuk multikulturális ismeretek, ami nincs az iskolában, ennek óriási szerepe lehetne abban, hogy próbáljunk a másik fejével gondolkozni. Tehát, hogy ezt egyfajta középpontjába állítani az általános iskolai oktatásnak. A második, a kínomban úgy fogalmaztam, hogy környezettudatosság, de nem teljesen csak erről gondolok, hanem arra gondolok, hogy egy olyan világban élünk, ahol nem kell ezt a világot érteni ahhoz, hogy elboldoguljunk benne egészen addig, amíg nincsen baj, amíg nem romlik el valami. Ha elromlik valami, akkor se kell érteni, mert akkor odaadjuk annak a szakembernek, aki megjavítja. Van néhány dolog, amivel viszont nem tudjuk ezt tenni. Így az egész világgal úgy globálisan. Tehát, hogyha minden rossz, akkor ez már ugye mi felelősségünk. Nem tudjuk, hogy a környezetmérnök majd akkor rendbe hozza, hanem hát itt van egy általánosan nagy katasztrófa, amivel mindannyiunknak foglalkozni kellene. És így vagyunk az egészségünkkel is, ugye odaadjuk a testünket az orvosnak, de hát azért teljesen nem mondunk le arról, hogy magunk kontrolláljuk ezt a dolgot. Tehát azt nekünk is jobban meg kéne érteni saját magunkat. Ami ehhez kell a világ megértéséhez egy válsághelyzetben, én úgy fogalmaznék, hogy sok minden persze, de hát amit elsősorban az a kauzális gondolkodás. Tehát az, hogy keressük az okokat, egy oknyomozó gondolkodás. Azt mondhatjuk, hogy ez is benne van az általános iskolai tantervben, meg ilyen van. Csak ugye egészen más, hogy azt mondjuk, hogy van 3 oka valaminek, tanuljátok meg. Vagy az, hogy arra törekszünk, hogy ez ne is egyszerűen kompetencia legyen az oknyom, hanem igény. Tehát, hogy ez egyszerre értékközvetítés és kompetenciafejlesztés. Ahhoz, hogy ezeket a dolgokat közbevetőleg mondom, hogy ahhoz, hogy ezeket a dolgokat komolyan vessük, ahhoz persze le kellene mondani egyszer és mindenkorra arról, hogy egy ilyen taxonómiát, egy célt, taxonomiát meg akarjunk valósítani az általános iskolába. Tehát ezek a tantervek, amik jelenleg a felső tagozat tantervei, ezek úgy, ahogy van, kidobásra szorulnak, ezt azért elég világosan ki kell mondani, ezek nem értelmesen megfogalmazott dokumentumok a mai világban. A harmadik, és igyekszem fölgyorsítani, nagyon nehezen, ezt nehezebben tudom megfogalmazni, én úgy mondanám, hogy a valósággal való meg nem békélés, mint attitűd kialakítása. Tehát
Tehát az, hogy nem egyszerűen kritikai gondolkodás, az nyilván része ennek, hanem az is, hogy alternatívákon való gondolkodás. Tehát, hogy ne higgyük el azt, hogy a világnak muszáj olyannak lenni, amilyen, hanem próbáljunk meg gondolkodni azon, hogy lehet-e másfajta. És azt gondolom, hogy ez is egy oktatási feladat. És akkor nem ragozom tovább, hanem rátérek a negyedikre nagy szorongással, mert ezt még sosem mondtam el ezt így senkinek, és nem is tudom rendesen megfogalmazni, hogy még egy negyedik dologra szükség van ebben a világban, és azt mondanám, hogy a reményre. És nem a Isten hitet akarom én itt most propagálni, hanem valami mást, egyfajta filozófiai gondolkodásnak a szükségességét. Mert hogy egy dolog az, hogy alternatívákról gondolkodunk, de egy másik dolog az, hogy merünk-e hinni abban, hogy ez lehetséges. És ez nem biztos, hogy mindig racionális megalapozása van ugye ennek a lehetőségnek, és ezért fogalmazok úgy, hogy remény. Hogy azon túl, amit meg tudunk ismerni, amit kritikailag végig tudunk gondolni, azon kívül még vannak olyan dolgok, amik nem bizonyíthatók, de mégis hihetünk benne. És azt gondolom, hogy ezt a képességet, amit mondjuk nevezzük úgy, hogy metafizikai gondolkodás képessége, vagy spirituális gondolkodás képessége, azt gondolom, hogy ez is olyasmi, amit tanítani kellene. Hogy merjünk gondolkozni olyan dolgokról, amiket nem tudunk bizonyítani. Az akaratszabadság kérdéséről, a világ végességének vagy végtelenségének kérdéséről, Isten létének vagy nem létének a kérdéséről, vagy arról, hogy mi történik a halál után. Ezek borzasztó fontos, mindenkit izgató kérdések, és hogy ennek azt gondolom, hogy szintén volna helye az iskolában. Köszönöm szépen a türelmüket.